jelen néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent élet közösségében. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, igédért. Áldunk téged, hogy igédet kijelented a te gyermekeidnek. Kérünk tőled szent lelket, küldd el most közénk, hogy értsük a te igédnek üzenetét, mondani valóját a saját életünkre nézve. Hadd tapasztaljuk meg, hogy mivel akarsz ezen az Isten tiszteleten elindítani bennünket a 2022. évre. Jöjj megváltó Urunk, szólj hozzánk, nyisd meg fülünket, szívünket, és tegyél készé bennünket, hogy engedelmeskedjünk te neked, az élet Urának. Amen. Isten szent lelkét segítségül hívva és várva hirdetni kívánom az ő üzenetét, úgy, amint írva található a Mózes 5. könyvében, a 9. rész 3. versében. A Mózes 5. könyvéből, a 9. rész 3. verséből, annak is az első feléből így szól hozzánk élő Urunk. Tudd meg azért ma, hogy Istened, az Úr vonul előtted. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, református bibliolvasó kalóz szerint ezekben a hetekben a Mózes 5. könyvét olvassuk. Latinul Deuteronomiumnak nevezzük, ami második törvénykönyvet jelent. Az első 4 részben a pusztai vándorlás utolsó szakaszának az összefoglalása található, a következő részben pedig a 10 parancsolatnak a megismétlése. A könyv maga a 12. résztől a 26. fejezetig tart egy törvénygyűjtemény. Benne található a Mózes 2., 3., 4. könyvében található törvényeknek az összessége, másrészt újak is előjönnek benne. A 27. és 28. részben áldást ígér a törvény megtartóinak, átokkal fenyegeti a megszegőit. A következőkben Mózes búcsúzkodása következik, és Józsuét utódjaként jelöli ki. A 32. részben Mózes énekét olvashatjuk, a 33. rész kijelentéseket tartalmaz Izrael törzseiről, és a utolsó rész pedig Mózes halálát írja le. A mai napra kijelölt ige szakaszból a 3. vers első felét olvastam fel, tudd meg azért, hogy Istened, az Úr vonul előtted. Mit is jelent ez a mi számunkra? Először is azt, hogy van lehetőség személyes kapcsolatban lenni az Úrral. Isten igében korábban olvasunk arról, hogy a zsidó népnek hogy is van kapcsolata az Úrral. Mózes 5. könyve 7. részének 7. és 8. versében ezt olvassuk. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi népnél nagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr. Igen, a kapcsolat alapja Isten szeretete. Isten kiválasztotta a zsidó népet, és attól kezdve folyamatosan szereti őket.
Ezért is olvassuk az igében, Istened az Úr. A 10 parancsolatban is értésükre adja, még nem mondja azt Isten, hogy ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne kívánd. Kijelentést mond a legelején, én az Úr vagyok, a te Istened. Drága testvérem, az évezredek távlatában azt láthatjuk, hogy nekünk is lehet személyes kapcsolatunk az Úrral. Valóság lehet a térbeli távolság ellenére, hogy Isten Jézus Krisztusban is a te Istened is akar lenni. Isten tehát nyitott erre a személyes kapcsolatra, nála nincs akadály. Az akadály nálunk szokott lenni. Ma személyiségi jogokról beszélnek sokan. Egyrészt valaki nem akarja feladni a függetlenségét. Másrészt van, aki azt mondja, vigyázni kellene, hogy valaki visszaéljen a megadott személyes adataimmal. Helyesebb benne, hogy Isten visszaéljen az én személyes dolgaimmal, amit megvallok ő előtte. Igen, az ember független akar lenni az Istentől. Isten pedig újra és újra jön, Isten újra és újra hív, szól, azért, mert magához akar vonni. Annyira személyessé teszi ezt, hogy az Ézsaiás 43.1-ben azt olvassuk, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Isten tudja a nevünket, tudja a dolgainkat, teljesen ismer bennünket, kívülről, belülről. Annyira Istened és Urad akar lenni, hogy neveden szólít. Nehogy félre értse valaki, hogy ő kimaradt. Tudja Isten a nevünket is. Létrejöhet tehát ez a személyes kapcsolat Isten és az ember között? Igen. Erről a személyességről olvasunk a János Evangélium a 20. részében. Tamás fogalmazza ezt meg. Én Uram, és én Istenem. Előtte ő is függetlenítette magát Jézustól, sőt, még a testvérektől is, a tanítványi közösségtől is. Nincs ott húsvét napján, amikor megjelenik a feltámadott Jézus. Sőt, amikor a többiek elmondják, hogy él az Úr, akkor hitetlenkedik, akkor azt mondja, hogy majd akkor hiszem el, hogyha az ujjaimat beteszem a sebek helyébe, de amikor aztán megjelenik Jézus a következő vasárnap, akkor már nem teszi ezt, hanem hitvallást tesz, és elmondja, én Uram, én Istenem. Aztán utána sokan elmondták már az elmúlt 2000 esztendőben ezt a személyes vallomást, és Istennek legyen hála, hogy én is elmondhattam, és elmondhatom, hogy Jézus az életem személyes megváltója. Áldassék érette az ő szent neve. És a kérdés az, ezen a délutánon, hogy neked milyen a kapcsolatod az élő Istennel? Vannak, akiknek felszínes a kapcsolata az Úrral. Nincs benne mélység, nincs benne bensőségesség, csak úgy el vannak Istennel. Aztán vannak, akinek futó kapcsolata, futó kapcsolat jellemző az Úrral. Amikor szüksége van rá, akkor kiáll.
akkor nagyon gyorsan hívja az urat. Mert ő úgy gondolja, hogy Isten csak akkor álljon rendelkezésére, amikor ő akarja. Aztán vannak, akiknek alkalmi kapcsolata van az Úrral. Olyan ünnepi kapcsolat. Nem rendszeres. Gondolkozz el ezen az Isten tiszteleten, hogy neked milyen a kapcsolatod az Úrral. Ne elégedj meg a felszínes, futó, alkalmi kapcsolattal. Isten többet akar, és többet készít számodra. Személyes kapcsolatban lehet vele. Ez azt jelenti, hogy ő kész benned élni. Tehát ez állandó kapcsolatot jelent. Ebben a kapcsolatban védelem van, és biztonság van. Az Úrral való személyes kapcsolatban azt élheted át, hogy számíthatsz az Istenre. Kiszámíthatóság van benne. Sőt, bízhatsz benne, ami élő reménységet jelent, még akkor is, hogyha sötét felhők vannak életed felett. Aztán másodszor arról is beszél ez az ige, hogy Isten előttünk akar járni. Hogy volt ez Izrael népe életében? Az egyiptomi rabszolgaságból kihozta őket, de hát a nép nem tudta, hogy milyen út vezet a pusztán át Kánaán földje felé. Nem volt térképük, nem volt GPS-ük, ami mutatta volna a célt. Ezért Isten vezette őket nappal felhőoszlopban, éjjel pedig tűzoszlopban ment előttük, hogy világítson nekik. És most, amikor Isten azt ígéri a népnek, hogy amikor átkelnek a Jordán folyón, akkor beviszi őket Kánaán földjére, a megígért országba, ez valóság lehet számukra. Az ország elfoglalását egyedül Isten hatalmának köszönhet a nép. Jerikó hatalmas kőfalait nem a zsidó faltörő fegyverek rombolták le, hanem az Úr. Ő ment előttük, ő vonult előttük, és győztek. Drága testvéreim, a legtöbb ember a maga útját járja. Kezdődik már ez a gyermekkorban, a fiatalok önállósítják magukat, tudják az ő útjuk menetét, ne szóljon bele abba senki, se ember, se szülő, és nyilván az Isten se. Isten azonban az ő gyermekeit kész ma is vezetni. Csak jó nekünk ezt tudatosítani, hogy mi a helyes sorrend. A helyes sorrend pedig az, hogy ő megy elő, mi pedig utána. Azt mondja az egyik drága énekünk, Úr Jézus, nézd le rám, ne tévedhessek el, a menny felé sötéten át, te légy az úti jel. Magunktól mi nem tudunk eltalálni Jézusét. Lehetnek útjelzők, de nem találjuk meg Jézust. Emlékezzünk csak a karácsonyi történetre. A bölcseket vezette a csillag, de aztán, amikor Jeruzsálembe értek, akkor már úgy gondolták, hogy tudnak ők a csillag nélkül is közlekedni. És elmennek Heródes palotájába. Nem ez volt a végcél. A végcél Betlehem volt, ahol megszületett a királyok királya. Aztán hosszú kalamajka után érkeznek meg oda úgy, hogy újra megjelenik a csillag, és aztán újra követik a csillagot,
és valóban hódolnak az Úr előtt. A menny felé sötéten át az Úr Jézus Krisztus az úti jel. Magunktól nem érkezünk meg az Isten országába. Jézus a jó vezető, aki előttünk akar járni, és vezetni akar bennünket. A 2021. évet tudjuk, már mögöttünk van. Habár nem biztos, hogy mindent értünk, ami történt velünk, és körülöttünk ebben a világban, de ez az esztendő már mögöttünk van. A 2022. év pedig előttünk van, mi nem tudjuk, hogy mi vár ránk, mi vár az Anya Szent Egyházra, mi vár a családunkra, és mi vár erre a világra. De Isten tudja. De Isten tudja, mert ő tartja kezében a világ mindenséget. Ezért hát engedd előre Jézust. Mert Jézus nem vezet a szakadékba, Jézus nem vezet a bűnbe. Ha beleenged valami nehézségbe, vagy próbatételbe, akkor se hagyd bennünket magunkra. Velünk jön, velünk van, ígérete szerint, Immanuel, velünk az Isten. És befejezésül ebben az igében van egy bizonyosság is. Tudd meg azért. Ez azt jelenti, hogy Isten biztosan megcselekszi, amit megígért. Így volt ezzel Izrael népe is. Ó, mennyit lázadtak ők Mózes ellen, meg Isten ellen. Bizonytalanok voltak a testük miatt. Nincs ennivaló. Aztán Isten adott mannát meg fürjet. Aztán jöttek az idegen népek, az erős népek. És a túlerő ellenére mégis győztek. Drága testvérem, ne élj bizonytalanságban. Ne élj kishitűségben. Isten szent lelke tud meggyőzni üdvösséget felől. Hogy Pál apostollal együtt el tud mondani, tudom, kiben hittem. A sátán ködösít, megzavar, de kapaszkodja az Úrba, és igéje drága ígéretébe. Van tehát lehetőség személyes kapcsolatba kerülni az Úrral, áldjuk ezért az ő szent nevét, és ne adjuk lejjebb. Törekedjünk arra ebben az esztendőben is, hogy a mi kapcsolatunk mélyüljön, szélesedjen a mi Urunkkal, a vele való ismeretben növekedjünk Krisztus Urunk ismeretében. Engedelmességben engedd magad elé az Urat, hogy ő menjen elő, ő tudja a tervet, és készé és képessé tesz arra, hogy te megvalósítsd azt. Ez viszont csak engedelmes alázatban lesz valósággá. A biztonság nem bennünk van emberekben, hanem az Úrban van. Mi képesek vagyunk elbizonytalanodni, mi képesek vagyunk összeroppanni, de az Úr erős és hatalmas, és meg tud tartani a vele való kapcsolatban, hogy tudjam is, higgyem is, és bizonyos legyek abban, amit számomra kijelent. Vezér énekünk is lehet ebben az esztendőkben, de imádságunk kiváltképpen a drága lelki ének. Velem vándorol utamon Jézus, gond és félelem ellenér. Elvisz, elsegít a célhoz.
Ő a győzelmes hű vezér. Ő a győzelmes hű vezér. Velem vándorol utamon Jézus, ott az oltalom hű szívén. Ha a szép napot fellegek rejtik, ő az éltető tiszta fény. Ő az éltető tiszta fény. Velem vándorol utamon Jézus, ez a vigaszom, baj, ha jöjj. Bármi súlyosok rajtam a terhek, segít hordani, ott van ő. Segít hordani, ott van ő. Velem vándorol utamon Jézus, bár az út néha oly sötét. Soha nincs okom félni a bajtól, amit irgalmas karja véd. Amit irgalmas karja véd. Velem vándorol utamon Jézus, túl a sír sötét éjjelén. Fenn a mennyei angyali karban, nevét végtelen áldom én. Nevét végtelen áldom én. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, hogy veled indulhatunk ebben az esztendőben. Áldunk téged, Urunk, hogy kész vagy velünk jönni. Segíts, hogy tudjuk újra és újra tudatosítani magunkban, hogy te vagy a vezető, mi pedig a vezetettek. Segíts, hogy újra és újra előre tudjunk engedni a mi gondolatainkban, indulatainkban, cselekedeteinkben, terveinkben. És hadd higgyük el, hogy te jó vezető vagy. És áldunk téged, hogy rád bízhatjuk mindennapi dolgainkat, egyéni életünkben, egyedül, vagy ha családban élünk, dolgainkat, gyermekeinket, szüleinket, egészségeseket, betegeket, kicsiket és nagyokat egyaránt. Rád bízhatjuk a munkánkat, és köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a testünkön túl rád bízhatjuk a lelkünket is. Köszönjük, hogy te olyan jó vezető vagy, hogy veled együtt megérkezhetünk a célba. Veled együtt megérkezhetünk az Isten országába, és bizonyosak lehetünk afelől, hogy helyet készítettél számunkra, és az örök élet már itt a földön elkezdődhet veled. Segítsél meg bennünket, hogy a megszentelődés útján előre tudjunk haladni. Olyan sokszor hajótörést szenvedünk, mert mi akarunk előre kerülni, a mi indulatunk akar előre kerülni, a mi tervünk akar megvalósulni. Bocsárd ezt meg nekünk. Rád bízzuk ezt a közösséget, amit te formálsz országhatárokon, átívelő közösséget, dicsőítessék a te szent neved. De rád bízzuk azokat a közösségeket, gyülekezetet, Anya Szent Egyházat, ahova tartozhatunk, áld meg azokat, hogy ott is a te országod építésén tudjunk munkálkodni. Jöjj megváltó Istenünk, rád bízzuk azokat a missziókat, akik végzik hűségesen a szolgálatot, és hirdetik a te evangéliumodat, munkálkodj a szolgálattevőkben, hogy áldásul tudják végezni ebben az esztendőben is munkájukat. Dicsőségnek, Istene, lép velünk, hallgass meg imádságunkat, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.